Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul koronavírus idején, otthon és kényelmesen. Nos, 2020 márciusában Európa országai szinte egy időben álltak át az online oktatásra. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a helyzet, azt viszont tudom, hogy álhírek és rémhírek olvasgatása és egymás idegesítése helyett ezt az időszakot nagyon hatékonyan ki tudod használni arra, hogy fejleszd az angol nyelvtudásodat, akár az egész család bevonásával együtt. Már is mutatom, hogy hogyan. 1. Első lépés. Beszélgess angolul a családtagokkal. Nos, ahelyett, vagy inkább amellett, hogy megbeszélitek a családot érintő legfontosabb kérdéseket és teendőket magyarul, ugyanezt megtehetitek angol nyelven is. Azok, akik szeretik a rendszert és a rendszerességet, kijelölhetnek egy hivatalos otthoni angol órát, tehát például reggel 8 és 9 óra között, vagy este 7 óra és 8 óra között mindenki csak angol nyelven szólalhat meg egymással, és beszélgethet egymással. Második számú tanács. Vezess naplót angolul. Természetesen a szövegértés és a beszéd mellett az íráskészség fejlesztéséről se feledkezzünk meg. A nap végén írj 10 angol mondatot arról, hogy mi történt veled aznap. Milyen munkákat fejeztél be, kivel beszéltél mondjuk Skype-on, milyen munkatársakkal beszéltél Skype-on, milyen feladatok és kihívások várnak rád holnap, stb. A lényeg az, hogy 10 tőmondat helyett próbálj meg minél hosszabb és minél változatosabb mondatokat írni, és minél több szót felhasználni. Ha az összes családtagod naplót ír és naplót vezet, amit én egyébként nagyon javaslok, akkor a naplóírás végén mindenki felolvashatja a saját bejegyzését a többieknek, aztán beszélgethettek erről, és esetleg kijavíthatjátok az esetleges hibákat. Harmadik számú tanács, vedd komolyan az angolt. Nos, az első két módszer inkább a játszva tanulás kategóriájába tartozott, de természetesen ezt az időt nagyon jól kihasználhatod arra is, hogy komolyan elmerülj az angol nyelvtanulásban, és például megpróbáld jobban megérteni az angol nyelvtant, vagy felkészülj a következő angol nyelvvizsgára. Ha szeretnél minél gyorsabban és minél könnyebben eredményeket elérni, akkor a nyelvvizsga felkészítő és a nyelvtanmagyarázó tréningjeimet lent találod ennek a videónak a leírásában, valamint tettem oda egy ingyenesen letölthető önéletrajz mintát, ami természetesen szükség esetén szintén rendelkezésre áll. Negyedik számú lépés, olvasd ki egy könyvet angolul. Talán te is folyton időhiányban szenvedsz, most végre lesz időd viszonylag nyugodt körülmények között kiolvasni egy könyvet angolul, vagy a kedvenc könyvedet angolul, vagy akár több könyvet is angolul. Rengeteg ingyenesen letölthető e-bookot találhatsz szinte minden műfajban a gutenberg.org nevű oldalon, természetesen a linket, ha lejjebb görgetsz, megtalálod ennek a videónak a leírásában. Ötödik tanács, angol tanulás filmekből. Nos, ugye ez egy örök zöld, és direkt hagytam a lista végére, nem akartam ezzel kezdeni. Nincs más dolgod, mint bekapcsolni a tévét, és a magyar nyelvű csatornák válogatása és böngészése helyett én azt javaslom, hogy nézz angol nyelvű csatornákat, vagy filmeket angol nyelven és angol felirattal. Ezen a csatornán én egy külön playlistet szenteltem ennek a módszernek, ezt fönt a kártyán megtalálod. Ha szeretnél mélyebben elmélyülni ennek a taktikájában és logikájában, akkor nézd meg az ott található videókat. És végül egy plusz egy módszer a végére, kombináld a fenti módszereket. Tehát reggel egy órán keresztül beszéljen angol nyelven az egész család, aztán nézzetek meg a kedvenc sorozatotokból egy vagy több részt angol nyelven,
olvass el egy fejezetet a kedvenc könyvedből angolul, és aztán nyelvtanozz egy kicsit egészen a nap végéig, és este pedig írd le, hogy mi történt veled aznap angol nyelven. Nos, a videó végén szeretnék mindenkit megnyugtatni és arra kérni, hogy ne pánikoljon, hanem inkább tanuljon angolul és fejlessze az angol tudását. Köszönöm a figyelmet, viszlát a következő videóban!